Ó, 2 euró 20 cent. Ennyi maradt erre a hónapra? Igen, ennyi. Mert higgy el, hogy én nekem van lakásom, van otthonom, de én, ha itthon voltam, én nekem mégis odahúz a szívem. Méltósággal megöregedni. Ez a lehetőség nem mindenkinek adott Európában sem, még stabil anyagi helyzet ellenére sem. Üdvözöljük az Európéóban! Nem csak a kontinens keleti és délkeleti régióiban, hanem nyugaton is egyre több nyugdíjas él a szegénységi küszöb alatt. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy a 65 év fölöttiek több mint 15%-át fenyegeti a szegénység és a társadalmi elszigetelődés. És ez az arány csak emelkedni fog. Herbert 65 éves, de inkább nem árulja el az igazi nevét. A hamburgi nyugdíjassal az Elbai Filharmónia épületénél találkozunk. Ez egy igazi presztízs beruházás. Annak a szimbóluma, hogy Németország gazdag. Herbert ezt nem mondhatja el magáról. Ó, 2 euró 20 cent. Ennyi maradt erre a hónapra? Igen, ennyi. Most meg kell várnom, hogy pénteken újra pénzt kapjak, aztán megint be kell osztanom, hogy ki tudjak jönni belőle. Nincs semmi a számláján. Nem, nincs több. Nix mehr. Herbert egy kis lakásban él, Hamburg Steinshoop kerületében. 45 évvel ezelőtt a lakótelep még korszerűnek számított. A kerületnek ma rossz a híre, és sok a társadalmi feszültség. Magas a külföldiek aránya. A bérleti díjak a hamburgi átlaghoz képest alacsonyak. Ennek ellenére Herbert nem engedhet meg magának sem hobbit, sem nyaralást. A macskája az egyetlen luxusa. Gyere már ide, nézd ki van itt. Nem bánt. Meg néha egy doboz cigaretta. Nyugdíja kevesebb, mint 900 euró havonta, aminek a fele elmegy albérletre. Herbert hetente egyszer elmegy az asztalegyesülethez, hogy átvészelje a hónapot. Itt a hajléktalanok és a rászorulók 2 euróért annyi élelmet kaphatnak, amennyit csak akarnak. Herbert egész életében hegesztőként dolgozott, ennek ellenére folyton meg van szorulva. Milyen volt, amikor először járt itt? Olyan szegényes. Megmondom őszintén, megijedtem. Miért? Mert mindig az volt az érzésem, hogy koldulni jövök, de most már megszoktam. Sértette a méltóságát? Ja. Igen, de aztán hozzászokik az ember. Én már megszoktam. Nem csak a pénzhiány probléma, mondják az itteni szociális munkások. Egyre több idős ember érzi úgy, hogy a társadalom peremére szorul az öregkori szegénység miatt. Már nincs az a megtartó erő. Már nem érzik, hogy a társadalom megvédené őket. A gazdagok és szegények közötti szakadék egyre nagyobb, és ez kézzelfogható. Több lesz a nyugdíj, ezt ígérik a pártok folyamatosan. De Herbert már nem hiszi, hogy ezt az ígéretet be is fogják váltani. Akik Németországban vagy más nyugati államokban nem tudnak megélni a nyugdíjukból, más utat keresnek, hogy boldogulni tudjanak. Az egyik megoldás az, hogy egy olyan országba költöznek, ahol egy érezhetően jobb életszínvonalat tudnak fenntartani. Miközben a fiatalok Európa keleti részeiről nyugatra vándorolnak, hogy ott dolgozzanak, az idősebbek visszatérnek keletre, hogy ott töltsék nyugdíjas éveiket. Isten hozta, a gyönyörű hajlékom van. Megi, gyere ide! Ez a kutyám, Megi. Megi, gyere! Jó kislány. Nézd, vendégeink vannak. Hallja, a kutya is köszönt. Anna Holt német nyugdíjas. Közel 14 éve fogadja két nyelven, németül és bulgárul a vendégeit az otthonában, egy dél-bulgáriai kis faluban. Uvazsémi, gospodin, dr. Müller. Így alakult. Ahogy a bulgárok mondják, a sors akarta így. Anna mielőtt Bulgáriába költözött, Berlinben élt, ahol 4 fodrász szalonja volt. Amikor nyugdíjba ment, fodrász ollóját metsző ollóra cserélte.
mert a férje álma az volt, hogy saját házuk legyen. A férjem sajnos közben elhunyt. Amikor még Cipruson éltünk, a férjem, aki szintén nyugdíjas volt, szeretett volna egy házat, amit a saját elképzelései szerint alakíthat át. Egy véletlennek köszönhetően aztán Bulgáriába kerültünk. Egy öreg falusi ház Bulgáriában körülbelül 10 000 euróba kerül. Anna Holt és férje vettek egy házat Málko Drianovóban, amit felújítottak. Anna nyugdíja 500 euró. Ez körülbelül fele egy átlagos német nyugdíjnak, de kétszer annyi, mint az átlagos bolgár nyugdíj. Nekem ez a pénz elég. Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy itt Bulgáriában visszatalálhattam a természetes gyökerekhez, hogy mit jelent embernek lenni. A bajorországi születésű nő zöldséget termeszt a kertjében, és élvezi a természet szépségét. Pontosan emlékszik arra a pillanatra, amikor úgy döntött, új otthont teremt magának. Az éjszaka itt nagyon szép, még ma is rácsodálkozom. Azon az éjszakán, ahogy a férjem szokta mondani, korom sötét volt. Egy lámpa sem világított, esett az eső. És ahogy hullott az eső, olyan volt, mint valami ezüstfűzér, mintha gyöngyök hullottak volna az égből. És én feküdtem az ágyban, szinte sírtam a gondolattól. Jaj, most megint érzem. Olyan szép volt, olyan hihetetlenül szép. Abban a pillanatban tudtam, itt akarok maradni. Anna maradt és elkezdett bolgárul tanulni. Mert teljesen otthon akarja érezni magát Bulgáriában. Köpa Daniela. Mnogo blagodarja za prismotr ti. A nyugdíj ritkán jelent jólétet, de Koszovóban akár elszegényedéshez vezethet. Koszovóban nincs működő állami egészségügyi ellátás. Így a nyugdíjasok arra kényszerülnek, hogy saját zsebükből fizessék a rendszerint magas egészségügyi költségeket. Sherif Ramisi keményen dolgozott egész életében. 34 éven át építkezéseken kereste a kenyerét. Ma a 69 éves nyugdíjas havi 182 euróból él. Az egykori pozsárani építőmunkásnak ebből kell kifizetnie az étkezését, ruházkodását, lakhatását és az utazási költségeit is. A nyugdíja azonban mindezt nem fedezi. Ebből nem jön ki a teljes rezsim, a víz, villany meg az egyéb díjak. Ma vettem élelmiszert 14 euróért. Képzeld el, a maradékból még 30 napig meg kell éljek. Egyáltalán nem fedezi a költségeimet. Mint sok nyugdíjas, Sherif is folyton attól rettek, hogy megbetegszik. Mert ezt aztán tényleg nem engedheti meg magának. Koszovóban nincs kötelező egészségbiztosítás. Ha megbetegszik valaki, minden költséget magának kell fizetnie. Ezért a nagy család egyfajta egészség és életbiztosítás a nyugdíjasok számára. Nyugdíjasként Koszovóban nem tudunk egyedül élni. A nyugdíj ehhez túl alacsony, szükségünk van a család támogatására. Koszovóban minden munkavállalónak jövedelme 5%-át kell befizetnie a nyugdíj alapba. Ezt az összeget a munkáltató még ugyanennyivel kiegészíti. A mai nyugdíjasok közül sokan még a jugoszláv időkben fizették a járulékaikat. Azóta Jugoszlávia már nem létezik, és Koszovó is kikiáltotta a függetlenségét Szerbiától. De mivel Szerbia továbbra sem ismeri el Koszovót, így nincs szabályozva, hogy mi történjen a közös nyugdíj alapba korábban befizetett pénzekkel. A nyugdíjrendszer első pillérét az állami költségvetésből folyósított nyugdíjak alkotják. A kedvezményezettek azok a befizetők, akik 1999-ig a koszovói háború előtt a nyugdíj alapba vagy a volt Jugoszláviába fizettek be. A második pillért a koszovói háború után a koszovói nyugdíj alapba befizetett összegek teszik ki. Koszovónak 2021 óta új kormánya van. Sherif és sorstársai azt várják az új politikai vezetéstől, hogy jobb életet biztosít a nyugdíjasoknak. Azt szeretném, ha emelnék a nyugdíjakat, hogy szebb jövőnk és jobb életminőségünk legyen. A koszovói nyugdíjasok a viharos balkáni történelem áldozatai, és most, hogy új államuk van, sem jutnak egyről a kettőre. Magyarországon is sok idős ember tart attól,
hogy nem tudja majd kifizetni az egészségügyi ellátást vagy a szakszerű gondoskodást, ha súlyosan megbetegszik. Ennek a veszélye a kisebb falvakban még nagyobb, hiszen itt az idősek gyakran élnek egyedül, és eltűnőben van körülöttük a szociális háló. Egy Budapest melletti kis falu lakói megmutatják, hogyan oldották meg ezt a problémát. Jó napot, Viola! Jó napot, drága egyetlenem! Majd én megoldom. Én 45 éves voltam, amikor agybérzést kaptam. A lakásunkat is át kellett alakítani, hogy biztosan tudjak közlekedni idebe. Viola néni egy kis kelet-magyarországi faluban, János Hidán él. A férje meghalt, a fiai elköltöztek. Ha nem jönnének érte minden reggel az idős klubból, magányosan tölteni a mindennapjait. Mert higgyel, hogy én nekem van lakásom, van otthonom, de én, ha itthon voltam, én nekem mégis odahúz a szívem, mert ott van minden, hogy az ember beszél vagy valami, és egy ilyen betegnek nagyon jó esik. Viola el tudná képzelni, hogy bentlakásos otthonban éljen. Sok idős emberhez hasonlóan azonban ezt ő sem engedheti meg magának. Az időskori szegénység legtöbbször a lakhatási problémákkal kezdődik, mondja a Tudatos Öregedés Alapítvány vezetője. Emiatt kezdték János Hidán is a lakhatási kérdéssel a falu idősbarát fejlesztési tervét. Lakófaluban gondolkodunk, ahol mindenkinek van helye, meg tud valamivel hozzájárulni a működtetéshez, ami nagyon fontos demencia megelőzésben, erőforrás felhasználásban, hasznosságban. És ami még plusz, a helyi rászorulóknak olcsóbb lesz. A projekt nem csak az idősebb lakosokon segít, állítja a polgármester, hanem a fiataloknak is munkalehetőséget kínál. Emellett még külföldieket is bevonzhat a faluba. Feltételeink adottak, vannak földterületeink, amiben esetleg lakhatást tudunk biztosítani, vannak már most olyan szolgáltatásaink, amivel többet tudunk adni a helyben élő időseknek, és az ő ellátásukon tudunk gondoskodni, illetve vannak civil szervezeteink, akik ebbe be tudnak szállni. A lakópark a tervek szerint 2030-ra készül el, és akkor már Viola néninek sem kellene minden reggel az autóra várnia, hogy bevigye az idős klubba. Ha valaki görögül keres rá az interneten az időskori szegénységre, nem fog sok mindent találni. Christos Tsironis viszont régóta kutatja a szegénységet, és van magyarázata arra, hogy miért van ez így. Aki idős és szegénységben él Görögországban, nagy eséllyel fel sem tűnik a statisztikákban. Ételosztás Szaloniki nyugati részén, az Agios Georgos plébánián. Minden reggel 10 órától rászorulók várják, hogy sorra kerüljenek. Legtöbbük 60 év feletti. A nyugdíjukból alig tudják fedezni a lakbért és az áramot, és a megélhetésre szinte már nem is jut a maradékból. Minden nap szükség van a közösség önkénteseinek segítségére. Ma lencse főzelék van, de máskor hús, hal és zöldség is szerepelnek az étlapon. Mindenkit szeretettel várnak itt, nem csak étkezni. A kapunk nyitva áll azoknak, akik kirekesztve érzik magukat. Beszélgetünk velük, meghallgatjuk őket. Ők mesélnek a problémáikról, és végre a társadalom részének érzik magukat. Csak Szaloniki nyugati részén naponta körülbelül 8000 emberen segítenek az egyházi közösségek. Sokuknál ránézésre nem is látszik, hogy nem jönnek ki a havi nyugdíjukból, szégyellik a szegénységüket, és nem akarják, hogy felismerjék rajtuk. Christos Tsironis is tudja, hogy a rászorultság társadalmi megbélyegzést jelent. A láthatatlan szegénység nagy probléma Görögországban. Sok rászoruló nem szerepel a hivatalos statisztikákban, és nem kap állami segélyt. Azt szeretné, hogy a kormány több pénzt szánjon szociális kiadásokra, és szerinte hatékonyabb adatgyűjtési módokra is szükség lenne. Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι να οργανώσουμε καλύτερες συνέργειες. Sokkal szorosabb együttműködésre van szükség az állami szociális intézmények és a régiókban működő helyi civil szervezetek között. Mert ők látják át a rendszereket mikroszinten. Mikroepípedo, se mikrokinotikó epípedo.
A kutató szerint a szegénység láthatóvá tétele az első és legfontosabb lépés, mert csak így lehet hatékonyan megküzdeni ellene. Aki nyugdíjba vonult, arról nem kell feltétlenül azt hinnünk, hogy inaktív tagja a társadalomnak. Európai felmérések ennek az ellenkezőjét mutatják. Az idős emberek Európában egyáltalán nem unatkoznak. Előítélet. Az idősebbek már nem teherbírók és nem jók semmilyen munkára. Ez nem igaz. Egyre több nyugdíjas korú ember dolgozik. 2005-ben a nyugdíjas korúak 6,5%-a dolgozott Németországban. Németország ma már a maga 14,5%-ával megelőzi Olaszországot, és még ennél is több idős ember vállal munkát az Egyesült Királyságban. Európa éllovasa azonban Észtország. Az öregek már nem képesek új dolgokat tanulni. Szintén tévedés. A német egyetemek mintegy 34 ezer vendéghallgatójának csak nem fele 60 év feletti. Bár a szellemi hanyatlás az életkor előre haladtával valóban növekszik, ez egyre inkább kitolódik. Az idősek már nem mobilak. Ellenkezőleg, 1985-ben még csak minden tizedik 75-79 évesnek volt jogosítványa, ma már csak nem a felének van. A 65 év felettiek egyre fontosabb szereplői az utazási piacnak. A tengerparti nyaralásnál jobban szeretik a kulturális utakat, körutakat és tanulmányutakat. Az időskori szegénység általános, az idősek anyagi lehetőségei szűkösek. Ez így van, Németországban minden hatodik idős embert fenyeget az elszegényedés, de ez a jövőben elérhet akár minden ötödik idős embert is. Mindezek ellenére az idősek átlagosan a legmagasabb vásárlóerővel rendelkeznek, és ez az elmúlt 10 évben még meg is duplázódott, 375 milliárd euróra. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik elköltött euró idősektől származik. Ritkán mutatkozik meg annyira egyértelműen, mint választásokkor, hogy milyen nagy mértékben befolyásolják az idősebb generációk társadalmunkat. Önnek milyen tervei vannak az időskorra? Írjanak nekünk, és vigyázzanak az egészségükre. A viszontlátásra!